Na visszaszaladtam idáig, és megvan a kulcsom, és akkor ezzel ezt a kis ezüst ajtót ki tudjuk nyitni, és gondolom itt megint egy boss fight, vagy nem tudom mi lesz itt, nem, itt megint csak a kaput kell kinyitni, el kell fordítani a falat. Aha, csak nincs hol megfogni. És nem tudom tolni se. Na, akkor ezt ismét ki kell találni, hogy itt mit csinálunk, mert hogy nincs fogóka. De, itt megfogta. Szuper! Pedig olyan, mintha nem lett volna fogókája, de mégis megfogta. És ha tippelnem kéne, akkor ezeket meg kell gyújtani. És akkor megjelenik egy láda, gondolom. Kiemeljük az inventoriból a kis cukit, és odadobjuk. Ez szuper vicces, hogy viszik ezt a kis lángoló manót. Ja igen, csak az ott elfújja. Aha, az nem jó. És azzal mit tudnék csinálni? Ki kell alul lőni a ládát, és akkor lejjebb kerül, és nem fogja elfújni. Kis rohadék. Jó. Most már elvileg meg tudjuk gyújtani. Csak el kéne, hogy tudjak dobni odáig. Hát ez nem nyert. Ez se nyert. Nem, ezt el kell fordítani. Ez az. Az a jó, hogy itt is van, és korábban is volt már pár ilyen kis sírkő, és rá van írva üzenet. És ezeket gondolom fel kéne fognom, ugye éles szemei vannak, és tehát gondolom a négy különböző szobornak az elrendezését magyarázza ez, és ezeket meg kellett volna jegyeznem a korábbiakat, hogy melyiket hova kell majd tennem, feltételezem lesz négy különböző szobrom, ugye, és ezeket négy különböző kalapzatra el kell helyezni, és ezek a sírkövek mondták volna meg, hogy melyiket hova. De nem is nagyon olvastam el őket, meg nem is nagyon emlékszem rájuk, az a probléma, úgyhogy így jártam. Majd maximum, ha nagyon nem sikerül, akkor újra körbe kell mennem. Jaj, megint ezek az ordibáló szemétládák, ezeket annyira utálom. Nem lehet azt, hogy fogjuk és megpróbáljuk így lelökni őket a szakadékba? Annyira jó lenne, kicsit gyorsabban meg lehetne tőlük szabadulni. Itt a pénz se érdekel, csak ezek pusztuljanak. De elvileg sikerült őket lelökni. Ó, és igen. Ja, akkor nem, akkor ez azt mondja, hogy ez hol van. Mert valami ilyesmi volt a leírásban, hogy éles a csőre, meg éles a szeme, és ez valami északi toronyban van, és akkor ez elvileg egy északi toronynak tűnik. Vagy legalábbis toronynak. Jó, hát akkor viszont kezdem megérteni, hogy miért vannak a gyorsutazás pontok. Azért, hogy most ne kelljen itt végig gyalogolnom. Aha, hát ez egy komoly szoba. Jó, köszönjük a lehetőséget. Na most már megszereztem az összes szobrot, és lehet, hogy most már ezt itt megpróbálnám, hogy hogyan tudok tovább jutni. Csak nem tudom, melyik szobrot kéne rátenni. Elvileg van piros. Próbáljuk meg szín alapján. Nem tudom, melyik volt a piros. Macska szobor a piros. Tegyünk rá macska szobrot. Ez jó lesz nekünk? Nem. Rottul nem lesz jó. De hogy valahol rajta van a... Aha, igen. Azt mondja ez a leírás, hogy valami olyasmi mintát tegyek oda, ami van máshol a padlón, és itt a padlón ilyen négyszögek vannak, és ennek a macskának meg kör volt a fején. Van nekem olyan szobrom, amin négyszög van. Kígyón talán? Hát... Nem. Hát kirakjuk mindegyiket, aztán kiderül. Elvileg az összes szobrom már megvan, úgyhogy most már jó lenne, ha... Mindegy, hát mindegyiket kipróbáljuk. Kukizálásos alapon ez se. Elefánt talán.
Piros ez a talapzat, és azt gondolom azért csak számít valamit. Egyik se jó. Nagyszerű. Hát akkor ilyen szobron még nincsen. Ez olyan, mint ilyen szív alakzat lenne a fején. Ezen nem tudtam értelmezni, hogy mi van. A macskán kör van. Szuper! Na mindjárt kitalálom. Azt vettem észre, hogy ha ide rakom az elefántot, akkor sárga lett a talapzat. Tehát az lehet, hogy mégis jó. De a másik helyre ugyanazt raktam, akkor az nem lett sárga. Úgyhogy nagy eséllyel nem egyforma kell rá. Aha. Hát ez magic. Ezt most tök randomra sikerült, de legalább sikerült. A kőkemény, jól bevált, tudományos, próbálgatási megoldással sikerült megoldani. Kihúzzuk a dugót, akkor aztán le fog folyni a homok a fönti részről. És ki fog nyílni az az ajtó, ugye, ahova nem tudtam bejutni. Szuper király. No, hát csak órák kérdése is megoldjuk a pályát. Wow! Az egy óriás láda. Nagyszerű. És... itt is mindent forgatnom kell, gondolom, ezzel? Vagy az erőmmel. Jó, ez rendben van, és akkor ezt kell a varázserőmmel. Nem ezzel, annyi gomb van, hogy össze-össze nyomogatom a gombokat. Jaj, állj már meg, te hülye. Túlfordult-e. Mi nem áll ez ott meg? Disznai dolog. Csak egy kicsit fordul, jó? Olyat lehet kérni? Nem. Jó, hát akkor fordítunk több kört, és akkor hát egy idő után oda jut. Pukkadj meg. Valószínűleg pont nem ugyanoda fog jutni. Igen, hát ez valami nem stimmel. Hát egyszer a kis erőmmel kell fordítani rajta, egyszer meg a kis kallantyúval, addig amíg nem áll simbe a dolog, vagy hogy hívják, vonalba. Mert mindegyik más mértéket forgat. Hát igen, itt is lehetett volna egy kicsit nagyobb jutalom, de mindegy. És akkor most egészen jól állunk. Igen, viszont van még mindig egy szoba, ez, ahova nem sikerült egyelőre bejutni, és ott is egy láda, és azért ezt szeretném majd még megnézni. Elvileg már semmi más nem maradt ki, csak az. És mivel itt sehol nincs bejárat, azért nagy eséllyel föntről kéne valahogy beesnem. Hogy ilyen homokpallon keresztül, de egyelőre még az se sikerült, úgyhogy arra majd még rá kell jönni. Most viszont akkor itt bemegyünk, előtte mentünk egyet. Na nyomás! Hú, de jó! Tippelek, mindenki ki akar engem nyírni. Jaj, Istenem, ez megint egy boss fight lesz. Ó, de aranyos vagy! Ilyen metál vakond? Igen, és mi az ellenszere? Mondjuk benyomunk izéket, skorpiókat, az jó. Azok elvileg tudják követni. És az azért van, hogy elbújjak. Hú, de egészen hasznos volt a skorpió. De nézd, szarrá csípik! Haha, köcsög! Jaj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 
Ja, ez nem fog... Ja, várjál, most kéne ütni. Szétzúzom azt a kis puta arcadat! Jó, spóroljunk az erőnkkel. És bújjunk el megint máshova. Na, menjetek lezúzni, jó? Na, ez most mi történt? Ja, a Scorpio csípkeli. Nagyon helyes. Úgy csinálod. Zúzzátok! Jó, megint elborult az agya.
Na most mi van? Most extra mérges lesz. Ja, most jön a futóhomok. Az engem mondjuk a nagyon nem hat meg öcsémmel, hogy jó a cikőm. Ja, és most repülsz. Egyelek meg. És minden elsüllyedt. A kis pajzsaim azok most már nem tudnak funkcionálni. Jó, akkor hát az a baj, hogy ugye kéne madár. Igen, ez most szörnyű lenne a futóhomok nekem, de szerencsére nem szörnyű, mert megvettem a cipőt. Éreztem én, hogy ez még kelleni fog. Igen, most gondolom a fejemre akar zuhanni. És most kell majd ütni a popóját. Ez hihetetlen. Lesz azért olyan, amikor megáll egy pillanatra? Nem. Nem lesz. Jó, hát ezek a madarak nem sokat érnek sajnos, úgyhogy szerintem maradjunk a skorpióknál. Mindig ez volt a legjobb, mert ezek közel tudnak menni hozzá. Jelenleg nem, de majd egyszer. Ja, hogy ez nem hagy békén. Aha, tehát ez addig jön, amíg ki nem nyír. Szuper. Na menjetek, zúzzátok már le. Mikor kéne ütnöm? Most nem azért a 20-as sér, mert semmikor nem áll meg. Ez az, zúzzátok. Hát ez eltart majd egy-két óráig, amíg ezek a skorpiók ezzel a minimál sebzéssel kinyírják. Ja, tudom, hát most szereztük meg az íjazást, de hülye vagyok, hát íjazni kéne. Nem jó. Az a baj, össze-vissza nyomogatok mindent, mert amúgy be kéne fogni valahogy célkereszttel. Aha, ez lenne a megoldás. Töltsük azért közben az energiát. Igen. És amikor felszáll, akkor kell lőnöm. Nagy eséllyel. Igen, tök jó lenne, ha jó gombot nyomnék. Na, ezt most egészen jól megsoroztuk. Jaj, váltsunk vissza. Azért kéne skorpiót is letenni, mert ez is egy kicsit legalább figyelemelterelésnek jó, hogy megpróbál ezekre is lőni, nem csak rám. Meg még néha egyszer-egyszer el is találják, meg is csípik, de csak nagyon minimális mértékben sajnos. Igen, mondjuk most is belecsípett egyet. Nem vagyok benne biztos, hogy ez olyan borzasztó sokat ér, de legalább azért van, hogy történik. Jó, megint felszállt, megint próbáljuk meg becélozni. Nem látom, az a baj. Ja, azért van a tornádó, hogy megvédje. Elfogyott az energiám. Ez nagyon remek. És akkor ilyenkor mi van? Hát néha-néha kapok újat. Ja, azért sodorja elő a homokkupacokat. Mert abban van energia, hát ez azért mondjuk nem olyan nagyon sok. A gyerek most lőjél ide. De most HP volt. Nem annyira esik kézre, az a baj, ez a módváltás. A néni kédet. Az a legjobb, amikor úgy fogy el az energiám, hogy meg se tudtam sebezni. Ja, lehet, hogy továbbra is azt kéne, hogy kirakok szobrot, amit lefejel. És akkor ütöm a karddal. Mert egyelőre ez úgy néz ki, hogy ilyen never-ending sztori. Aha. Igen, akkor ezt kellett volna eddig is csinálnom, hogy kirakom a szobrot. Mert eddig ütöge, hát mondjuk a nyilvessző is valószínűleg valamit számított, de a szobrok mögé el tudtam bújni, és ez a homok csapása sem ért el. Na hát szép lassan megszenvedtünk azért. És talán megint fejlődik egyet a Mano Power is, remélem.
kérünk egy Mano Power boostolást. És még egy liftet kiradíroztunk. Hát igazából ez most, ha jól emlékszem, talán már a második ilyen. Az meg akkor baj, hogyha 4 lesz összesen. Azért meg lennék lepődve, ha már a játék felénél tartanánk, mint egy, mit tudom, 5 óra után. Igen. Most hát jó lenne, ha ez lesz. És akkor most már 5 háromszög lesz? Királyság. Wow. Távolabbra is létre tudok hozni ilyeneket. Ez nagyon jó. És akkor 4-nél nem lesz több háromszög. Na hát ez fantasztikus. Akkor mondjuk ezt szedjük fel, ezt a szívecskét. Nagyszerű. Most már 7 energiánk van, és itt ez micsoda. Ez csak a kijárat? Jó. Hát most az van, hogy nem fejlődött tovább az energia, és továbbra is csak 4 rublika, viszont elvileg távolabbra is tudunk varázsolni ilyen vízhangokat. Na, mondtam én, hogy megcsinálom, vagy mondtam én? Igen, visszatértem, és elpucoltam a riftet. Jöhet a fiesta. Na, mondom én, jön az ünnepség. Na szuper, hát akkor a sivatagi riftet azt felszámoltuk. Nézzük meg, hogy néz ki a terep. Gyönyörű szép. Tehát akkor elvileg itt már mindent meg tudunk nézni. Hát azt nem tudom, hogy pontosan hol volt, mert akkor alá be kéne közlekedni, és akkor itt futkosok egy kört, megnézem, hogy van-e bármi olyan, ami így előkerült, és akkor kitalálom, hogy merre tovább, elvileg ide kéne, tehát pont átellenes oldalra, és akkor ott fogjuk folytatni a következő riftet, de azért addig még itt felfedezem a terepet.